Sziasztok, Necroclim vagyok, és jöjjön nektek egy kis Battlefield 4 Open Beta teszt, aki még nem tudná, most ki lehet próbálni. Játék részleteket hoztam, a jobbnak ítélteket, illetve azokat, amiket megtaláltam a rengeteg felvétel között, hogy melyik volt a jobb, meg kicsit kevés türelmem volt kivárni, de hoztam nektek tankot, helikoptert, csipát és egy kis engineer játékot, például ez is egy nagyon jó jelenet. Többségében Maverick barátommal játszottunk, úgyhogy az egyszer bizonyos volt, hogy taktikusan fogunk játszani, szóval ha mi együtt játszunk, akkor ott többnyire megbeszélés folyik, hogy ki, hogyan, hány, merre, meddig, de igyekeztem minél jobb jeleneteket tényleg összeválogatni, nagyon élveztük a játékot, azt mondom, legalábbis én élveztem, és tényleg az, hogy leülünk, megbeszéljük, figyelj jobbra, hátad mögött, figyelj, én leszedem a tankot, te pedig szedd le azt, aki kiszáll belőle, és ebben az egész jegyben telt el az összes játékunk, amit játszottunk, és így nagyon-nagyon élvezetes volt. Van még egy-két dolog, amit szívesen kipróbálok, és valószínűleg fogok is felrakni videót, de az legyen eddig meglepi. Szóval, mit is kell tudni a játékról? Battle Log, ugye, aki nem tudná, az a Battlefield-ek bejelentkező rendszere mostanában, vagyis hát a Battlefield 3 óta, ahol megnézheted a katonádat, ugye sok BF3-osnak ez nem újdonság, megtudhatod, hogy hanyadik helyen állsz a világranglistán, fegyvereidet testre szabhatod, sőt tankjaidat, helikopteridet, minden testre szabhatsz, ami az újdonság, hogy most már be is lehet színezni a fegyvereket, meg a tankokat is, tehát ez a legjobb újdonság az egészben. Szóval, visszatérve a játékra, azon kívül, hogy olyan millió egységre testre szabhatsz mindent, végre most már, hogyha az ember kimúlik, akkor a térképre kattintva is beszülethetsz társadra, illetve egy jó kis baloldalt lévő kis képernyőn láthatod is, hogy ő mit lát pontosan, úgyhogy eldöntheted, hogy érdemes neked oda beszületni, és mit nem. Akit feléleszt a medik, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és nagyon tetszik benne, akit feléleszt a medik, az eldöntheti, hogy elfogadja-e az újraélesztést, vagy sem, mert ugye hát, hogy egy akció közepében vagy, és a medik feléleszt, és lelőnek, az elég idegesítő volt a BF3-ba, most már ez messze, most már te eldöntheted egy egér kattintással, hogy akarod-e, hogy feléleszen a medik, avagy sem. Szóval, ami még számomra nagyon-nagyon pozitívan értékelhető dolog volt ebben az egészben, hogy minden érpontot kapsz. De tényleg mindenért. Eltalálsz egy tankot, pontot kapsz. És ez nagyon jó dolog, azt hiszem, mert hogy ugye sokan, akik játszunk BF3-mal, lőjük a tankot négyen, és abból mondjuk egy robbantja föl, és azt kap meg összes pontot, pedig azért kőkemény csapatmunka volt, és ezzel a többiek kapnak egy asszisztot. Na itt most nem. Ha a helyből RPG-vel bele lősz egy tankba, akkor kapsz 20 akárhány pontot, talán 21 pontot, és minden egyes találatét kapsz. Hogyha például úgy lövöd meg, hogy közben le is áll, akkor legalább 80 pontot fogsz kapni érte. Szóval mindenért kapsz pontot, játék közben is fogsz kapni pontokat. Van egy úgynevezett field upgrade, ha jól emlékszem, egy olyan pontrendszer field upgrade, ami annyit tesz, nem tudom igazából pontosan, hogy működik, de annyit tesz, hogy ha ezeket a pontokat kapod, akkor gyakorlatilag kapsz olyan bónuszokat, hogy jobb sebzés, illetve jobb ellenállás golyókkal szemben, vagy jobb amiről robbanás, akkor blablabla. Bla. Szóval ilyenek is vannak. Zászlófoglalás közben folyamatosan kapsz pontot, ami szintén egy szerintem nagyon jó pozitív. Egy zászlófoglalásnál, ha végig ott vagy, legalább 450-500 pontot is elérhetsz, nem beszélve arról, hogyha még tankokat és embereket is kilősz, masszív mennyiségi pontot elérhetsz. Egy ilyen zászlófoglalás alkalmával volt nekem valami 750 pont is, és ez egy jó pozitívum az egész dologban. Lássuk, hogy mi még a pozitívum. Ja igen, a rombolhatóság, volt is egy közös jelenetünk Maverickkel, hogy hát itt átítólag át lehet menni a falakon, hát nem. Jó, át tudsz menni az épületeknek a külső falán, gyakorlatilag az első külső falán talán át tudsz menni, úgyhogy az nem jelent gondot, de azt mondom, hogy végig menni keresztül az épületen, mint ahogy az egyik trailerben láttuk, az nem. Az valahogy nem valósult meg, úgyhogy az viszonylag csalódás volt, sajnos azt kell, hogy mondjam,
de amit látszik itt elég sok pontot kapni járműve. Szóval a rombolhatóság valójában ott a középső nagy épület, amiről híressé vált ez a pálya, az szépen ledől, de azt hittem valami hihetetlenül nagyobb effekt van. Na, egyébként azt kell mondjam, ultrán vannak a grafikus beállítások, tehát amit futott a gép, azt raktam be. De viszont nem Full HD-ban, hanem csak 1360x768-ban, és úgy volt egy olyan 60-70 FPS, akár rögzítés közben és rögzítés közben egy olyan 40 és 60 között ugrált. De ez minden bizonnyal a végső menetre már készen lesz, és ebben reménykedem is, hogy hogy a végleges beta mondjuk a rombolhatóság egy kicsit jobb lesz, mert eddig nem annyira, na. Ami érdekes változás történik ezen a pályán, mielőtt ledőlne az épület, nagyon jól néz ki a környezet, szép a város és a többi. Amint ledől az épület, teljesen minden poros lesz és szürkelik ki a rándító hangulatot fel, és azt kell, hogy mondjam. Ez egy olyan kis negatívuma a játéknak, talán számomra elülhetne a füst egy idő után, de nem ül el, úgyhogy minden ilyen poros lesz, meg füstös, meg minden, de amúgy elég szép a játék, szóval nem szebb, mint a Battlefield 3, egy kicsit javítottak itt-ott a dolgokon, effekteken, emiatt mondhatni, hogy szebb, de amúgy semmi extra grafikailag. A játék megállt maga elég izgalmas tud lenni, de tényleg azt hiszem, hogy a Battlefieldnél az, hogyha az ember játszik valakivel önmagába véve, annyira nem unalmas, és azt kell, hogy mondjam, hogy játszva valakivel azért meg lehet élni pár Battlefield momentet, ahogy szokták ők ezt eladni nekünk. Tegnap is például játszottunk, és hát így gyakorlatilag a fejem fölött ment el egy tank, ami gyakorlatilag beszorult egy ilyen lejáróba, és hát könnyedén ki lehetett lőni, ami elég vicces volt, tehát az ember fel fölött elmegy egy tank, igen, épp előtte meg kilőttem egy másik járművet, később átmegy a fejem fölött egy tank, és azt is kilőtt, tehát az ennek meg volt a hangulata, úgyhogy mindenképp érdekes, hogy itt is Maverickkel ugye tankban ülünk, én javítom, ő lő, és fedezzük egymást, néha cseréltünk állást, hogy én vezettem, ő lőt, és fordítva, és az egész tényleg ebben a jegyben telt el, és így igen, így izgalmas volt a játék, én legalábbis nagyon élveztem, így nagyjából el is mondtam, amit szerettem volna, ja igen, talán még annyi, hogy a csippa és az engineer azok hihetlenül halálos kombok tudnak lenni, mert hogy most hogy megegyszerűsítsék a dolgot, és szerintem ez egy jó is dolog, a Recon Classnak, vagyis hát a csipásoknak van egy kis afféle távcsövük, amivel meg tudják festeni a célpontokat, lézerrel magyarul bemérik, és az engineer pedig ki tudja szedni RPG-vel, vagy akármivel, de RPG-vel nagyon célszerű, mert leköveti a rakéta, a helikopter, tankot, anyámkinyet, mindent, és ezzel a kettő együtt nagyon hatásos páros tud lenni, szóval ha van egy jó csipás, mondjuk fölveszett helikopterre, leheted egy tetőn, bemérte, kilősz, és hihetetlen játékot lehet azért produkálni ezzel. Beszélni szerettem volna még egy kicsit ugye a konzolos verziókról, nemrégiben néztem videót és ilyen véleményezést a konzol verziókról, csúnyák. Sajnos tényleg azt kell mondjam, az Xbox 360-as és PS3-as verzió az nem szép, olyan gyakorlatilag, mint PC-n a ló, tehát a leggyengébb grafikai szint, nem beszélve arról ugye, hogy nem 60, tehát a maximális az nem 64 játékos, hanem talán 24 vagy 30, 30 valahány, 32 vagy 24, valami ilyesmi, de sajnos grafikailag ugye nem éri el a PC szintet. Összeg az Xbox One és a PS4 azok már azért fognak tudni versenyezni a mai Elite PC generációval valamilyen szinten, de mindenképp PC-n lesz a legszebb, az azért mindenképp biztosan így volt. Ami különbségről érdemes még szót ejteni talán PC és Xbox között, az talán a játékmenet, mert hogy ugye nem az én véleményem, olyanok vélemény, akik mind a kettőn is játsznak, hogy PC-n gyakorlatilag egy kicsit pörgősebb, azon kívül többen van, egy kicsit pörgősebb
tud lenni a játék, illetve az emberek, hogy úgy mondjam, a letisztult tehetség, letisztult skill szempontjából egy kicsit jobbak, mint Xboxon. Nem hatalmas a különbség, szóval Xboxon nem ilyen hatalmas különbség van, csak hát ugye egérre könnyebb célozni, és emiatt olyanabb trükköket lehet megcsinálni, mint amit Xboxon nehezebb kivitelezni, mert ugye Xboxon nem annyira tudnak jól célozni az emberek, de erre ugye van az aim assist, ami segít azért célozni. Tehát ez a legszembetűnőbb különbség például az Xbox és PC játékosok között, azon kívül, hogy a PC verzió az meg nagyon szép. Szóval igazából be is fogom a számot, nem nagyon mondok el többet a játékról, érdemes kipróbálni, hogy kinek fut a gépén, amíg zajlik ez az Open Beta, hogy néz ki és mihez. Érdemes vinni haverokat együtt játszani, mert nagyon jó lehet taktikázni, és igazán izgalmas tud úgy lenni a játék. Próbáltik ki az épületek tetejét, mindenképpen liftek vannak, mindenhol föl lehet menni, és döntsétek el nektek, hogy tetszik. Nagyon kíváncsian várom a kérdéseiteket, illetve a véleményeteket, ki hogy tapasztalta a játékot magát, és mondjatok nekem is valami újat. A másik pedig hagyom futni a játékmenetet, igen, tudom, egy 20 perces játékmenet, ha kíváncsiak vagytok. Fogjátok hallani az én hangom és Maverick hangját is. Az övét hangosabban, az enyémet halkamban, fogalmam sincs, hogy miért, de a fülessel az én hangom is viszonylag jó hallgató, aki kíváncsi a rettentő jó hangomra. Úgyhogy élvezzétek a játékmenetet, fogok még fölrakni más játékokat is, ilyen élő kommentárral, remélhetőleg élvezetes játékot fogunk tudni hozni nektek, mert biztos vagyok, Maverickkel ezt el lehet játszani. Szóval a következő Battlefield videóig, vagy akármilyen videóig, sziasztok! Ne bújjál el, ne bújjál el, gyereki! Jó, béna vagy. Ha, fölé lőttem, no. Jó, meglett. Meglett a tag is, aki kiszállt belőle. Kettő még van. Oké. Most kicsit le vagyok sebesülve. Így kell játszani. Így kell játszani. Mert egy jó játszani. Diviziont is itt tudom. Az kurva, tehát amit eddig láttam belőle. Hát azt tetszett meg. Plusz a tébletes megoldás, hogy felhívod a haverot, hogy kérne egy drone support, elveszi a téblet, hogy beszáll a játékba, megjelenik a pálya fölött egy drón. Tehát a laptopot meg odaadom a laptopot. Egy Lenovo-t akarok venni, ezt a laptop izélyt. Változatot. Kicsit néztem, hogy elég drága. Nekem izék kell ez majd, a tablet Z-Xperia. Már a telefonom is jön, akkor a tablet is az lesz. Várjál meg, Tomi. Nem várjál. Hát tudod, nem fogja a pályára. Ha vagy szimbora. Na, minden, megyek itt. Hopp, egy csipás, de már 60 méter, 600 méter. Hogy ez Isten? Na megkérdezted, hogy tetszik a BF4. Na megkérdezted, hogy tetszik a BF4. Kicsi? Dani, nézem a csetet. De nekem nincs.
Erre van. Erre ment egy tron. Az jó messzire lekapott. Vannak ott négyen a ház tetején. Hát ez az, hogy engem is kárhoz. Egy helikopter. Hát akkor ezt is kipróbáljuk. Még a lőszerből is kifogtam az meg. De a mind a... Ó, csak kápolva a lőszer. Kösz a mentés. Mind igyekszem. Akkor szereztél nekem fegyvert is. Szereztél nekem fegyvert is. Kiszálltak belőle, azt hiszem. Köszöntöm. Nem kidobták őket a helikopterből. Figyelj, szereztem egy kocsit. Kéne egy gépfegyverem. Fordulj meg itt egy kocsit. Gyere, gyere be, gyere be, gyere be, gyere be, gyere be. Ja, ezzel jöttem. Megpróbáljuk kiszedni a kettőt. Tőlem? Melyiken van? Van rá, látnál? Vannak a hídra. Hopp, mögöttünk egy kérdés. Van rá, látnál? Aha. Ha kijönnének, akkor állátok. Visszabújtak a tetőre, de ott vannak. Helikopter fejlesztő. Ugrálnak rá a legjobb, de jön a helikopter is. Ez a beszél. Megyünk át végre. Jó. Itt van bent. Meg lehet? Jó, jó. Hoppá. Na, ki kell el. Javítok. Lelőttem a tagot, lelőttem a tagot.
Oké, a tankot fogják. Oh, lentről már megint mi? Valami nagyon durán lövő a tankot. Megvan a hangulat azért. Ott ugyanaz a kocsi előtt. Csapatban jó, vagy hordában vagyunk, hogy mondjuk. Itt a kocsi előtt elszállok. Menjünk előre, ott láttam valamit.